A férfi kosárlabda NB1B nyugati csoportjában a 7. helyen zárta az alapszakaszt az Agrofit Széchenyi Egyetem Győri KC. Csaplár Nagy Ervin vezetőedző együttese az utolsó fordulóban hazai pályán az MTK Török Bálint csapatát győzte le 80-77-re. Így 13 vereséggel és 9 győzelemmel várhatja a rájátszást. Az előzetes elvárásokkal ellentétben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős volt a bajnokság alapszakasza. Ez a nyugati csoport, ez tényleg brutális volt. Az első 4 helyre igazából 9 csapat pályázott. Ebből mi 7. helyet szereztük meg. Én azt gondolom, hogy lehet egy-két mérkőzésen hiányérzetünk, viszont lehet visszaemlékeznünk olyan mérkőzésre is, amit igazából bravúrként értékelhetünk, amit megnyertünk. Nehéz volt, megpróbáltunk helytállni, úgy gondolom azért sikerült. A klubvezetése a jövőt főleg saját nevelésű fiatalokkal képzeli el. A Győri KC több iskolával áll szakmai kapcsolatban, ezek körét folyamatosan bővíti a környező kis településeken is. Az utánpótlás bázisa fejlődik évről évre. 12 csapatból 8-nál már szintén volt légiós, ami azért az én olvasatomban az igencsak a nem szeretem kategória. Viszont én még mindig hinnék abba, hogy fiatal játékosokkal, munkával próbáljuk meg a teljesítményt letenni az asztalra. Az Agrofit Széchenyi Egyetem Győri KC az összevont rájátszásban a 9.-16. helyet játszhat. Első ellenfele a keleti csoport 6. helyét megszerző budapesti honvéd lesz.